Sziasztok, sziasztok! Most az egyszer jelentkezem az autóból nektek, és ez az idei hirdetés itt Vajdas határában fogom, illetve igen, Vajdas határában fogom leforgatni nektek ezt az idei hirdetéses videót. Nézzétek, hogy milyen csodás a táj, valami elképesztő, gyönyörű. Nézzétek meg, itt vagyok az autóba. Látjátok? Micsoda, más is helyén vagyok. Igazi. Csodás. Nagyon csodás, elképesztő. Látjátok. Milyen szép. És gondoltam, hogy itt forgatom le, csak bekerüljek az autóba, mert ugye kell fogjam a kezembe a folyóiratot. És úgy lehet, fel is teszem ide az állványra. Ezt a... így. És akkor olvasom nektek, jó? Na szóval, nézzük meg. Azt mondja, hogy január 15-e Isten átlag embereket használ. Igen. Ez lenne a második része a tegnapinak, azt hiszem, ha jól tudom, igaz, a tegnapi ige hirdetésnek. Így van. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy. Előkelők. Első Korintus 1:26. Max Lucado írja. Edith Hayes 80 éves kora ellenére életvidám hölgy volt. Vékony szálú őszhaja volt. Apró másfél méteres termette és oldhatatlan együttérzés élt benne a dél-floridai daganatos betegek iránt. Itt elment egy autós, kicsit furcsáltam, hogy néznek, hogy én most itt csinálok itt egyedül az autóban, hát Istenem. De szóval, tehát 80 éves kora ellenére életvidám volt ez a hölgy. Vékony szálú őszhaja volt, apró másfél méteres termette és oldhatatlan együttérzés élt benne a dél-floridai daganatos betegek iránt. Én akkor 79-ben végeztem a teológián, és friss diplomásként ültem egy kicsomagolatlan dobozokkal teli irodában, amikor belépett és bemutatkozott. Edith vagyok, rákos betegeket segítek. Nyújtott kezet. Hájjel kínáltam, de ő udvariasan visszautasított. Sok a dolgom. Majd megismerje a csoportomat, itt szoktunk találkozni a gyülekezeti teremben kedd reggelenként. Szívesen látjuk önt is, de ha eljön, munkára fogjuk. A csoportja, mint később megtudtam, 100-valahány őszhajú hölgyből állt, akik a nedvező sebek ápolásának nem éppen elragadó munkával foglalták el magukat. A daganatos betegekkel való törődés volt a missziójuk. Minden kedden több teherautónyi egyszer használatos sebkötöző anyagot csomagoltak össze, amit aztán a hét során eljuttattak a betegekhez. Edith egy kis albérletben élt özvegyi nyugdíjból, nagyon erős szemüveget hordott, és úgy került a dicséretet, mintha az tűz érségi támadás lett volna. Edith története elnémítja az, én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy Isten használjon kifogást. Noé több mint 600 éves volt, amikor kijött a barkából, és segített újra kezdeni az emberiség életét. Ha idős vagy, gondolj így magadra, több évtizednyi tudás és bölcsesség két lábon járó tárháza vagyok. Ezért, mielőtt elhagyod ezt a földet, törekedj arra, hogy továbbad másoknak mindazt,
amit Isten rád bízott. Van valahol valaki, akinek épp most szüksége van arra a valamire, amivel te rendelkezel, és ha kéred Istent, ő megmutatja, ki az a személy, akin éppen te segíthetsz. Tehát, ha Isten indít, indulj. Hát szép volt ez az ige hirdetés is. Én valójában akarok segíteni az embereken rajtatok. Ezért is olvasom minél ezeket az ige hirdetéseket, mert tényleg Isten nélkül nehéz minden, nem lehet. Nem lehet tényleg Isten nélkül. De vannak sajnos, hogy kevésbé hitű emberek, ugye hitetlen emberek félnek, de miért fél az ember? Én például itt vagyok, ugye itt tiszta ázdő, meg minden, tehát igazából itt az ember miért félne, hogyha Istennel vagyunk, nem nincs amitől félünk, se állatoktól, se semmitől, igazán. Itt járhatnak, ezért medve járhat szerintem, ha úgy akarja a jó Isten, akkor járhatnak itt össze-vissza a medvék, ugye, de gondoskodik a mindenről, arról is, hogy hát nem kell félni, most megész a medve, még ez az, ugye az ember most nem már az erdőbe bemenni, ugye, hát nem, ilyen nincs. Szóval félni nem szabad, tehát nem is kell félni. Ha valaki hívő ember, ugye hisz Istenben, akkor nem fél semmitől, nincs félelem akkor. Ja, ez így van. Na jó. Köszönöm akkor. Én most megyek tovább, mert tényleg eljöttem, hogy töltsem meg a flakonokat, vízét, ilyen friss forrásvíz van itt, tudjátok is. Most megyek, hogy igyekezek, mert sütétedik, jó? Na, akkor köszi, hogy ezt a videót meghallgattátok, és majd akkor a hónap ige hirdetéses videó, nem tudom, hogy hol lesz, meglátjuk, jó? Ez most itt történt meg, itt az autóban, itt ezen a csodás helyen, úgyhogy na jó, akkor a legjobbakat, sziasztok!